Egy zettabyte adatot termelünk egy évben. Az, mint emberiség. Az azt jelenti, hogy ha mondjuk veszünk egy átlagos telefont, és azt mondjuk, hogy ez 10 gigabyte adat, akkor 100 milliárd ilyen telefonról van szó. Hogyha vesszük ezeket a telefonokat, és így lapjára tesszük, akkor 1 millió Burj Khalifát tudunk belőlük építeni. Az azt jelenti, hogy minden egyes pixel ezen a kivetítőn, az egy telefonokból Burj Khalifa nagyságúra rakott stóc kellene legyen. Tehát valójában az adat végtelen. Ami viszont véges, az a figyelmünk. 2018-ban a Princeton és a Berkeley Egyetem által, kutatói által végzett tanulmány szerint negyed másodperc alatt tudja az agyunk eldönteni, hogy éppen egy információ az számunkra most veszélyt jelente, vagy sem. Tehát hasznos-e számunkra, vagy sem. És ez persze nem a telefonos időből jött elő, mondjuk pont ez is egy negyed másodperc, hanem még az ős emberek, amikor az erdőben hallottak egy zizzenést, akkor el kellett azt dönteni, hogy az most a komám éppen, aki megölte a mamutot, vagy éppen a mamut, és akkor ezt a nagyon-nagyon rövid időt az agyunk fel kellett gyorsítsa minél gyorsabbra. Persze ez oda vezetett, hogy manapság a közösségi médiában ez alatt a negyed másodperc alatt kell az a bizonyos weboldal éppen eladja nekünk a termékét, és meggazdagítson, és akkor ezért van legnagyobb betűvel, rikító színekkel teletűzdelve a közösségi média. Ezt Herb Simon, Nobel-díjas közgazdász úgy fogalmazta meg, hogy az egyik legnagyobb betegség most az emberiségnek a figyelem szegénység. Tehát túl sok az adat, és túl kicsi a figyelem sávszélesség. Én ezt valahogy így tudnám elképzelni. Nem lesz végül is ennek jó vége. Hal Varian, aki a Google-nél a vezető közgazdász, ő azt fogalmazta meg 12 évvel ezelőtt, hogy manapság az adat valójában bárhol, mindenhol ott van, és ingyenesen, könnyen elérhető. A jelenlegi kihívás az adatoknak a megértése, és ezt a megértést szerinte a vizualizáció által lehet a legjobban elérni. Én ezt a folyamatot általában egy három lépéses lépcsőre szoktam lebontani, adat, információ és tudás. És hogyha valamit hazavisztek erről az eladásról, ez az adat, információ, tudás legyen. Az adat magában nem elég hasznos számunkra. Akkor lesz belőle információ, amikor kihámozzuk belőle azt, hogy számunkra mi hasznos, vagy éppen mi fontos. És ez az információ fabatka, ez még valójában nem hasznos, csak akkor, hogyha helyesen helyezzük bele abba a bizonyos kontextusba, ahol kell használni. Ez az információról a tudásra való áttérés. Tudja valaki, hogy mi van ott a képernyő bal oldalán? Mit reprezentál ez a kis grafikon? Mondjátok nyugodtan, fogok még kérdezni. Tetris, nagyon jó. Ez szokott lenni az első válasz. Ez valójában, vagy még szoktak azt is mondani, hogy a Voyager űrszondán levő üzenet, ez az Arecibo, ez egy rádióteleszkóp, a világ legnagyobb rádióteleszkópja, sajnos az idén, a tavaly összeomlott, ez az emberiség által a legelső űrbe küldött üzenet. Most természetesen ez nem egy ilyen szép pixeles kép, hanem ez nullások és egyesek sorozata, ugye rádióhullámokon, hosszú és rövid hullámú rádióhullámok sorozata. Most képzeljük el azt a feladatot, egyébként Carl Sagan tervezte a 60-as évek végén, képzeljük el azt a feladatot, hogy egy teljesen idegen civilizációnak szeretnénk mondani valamit, nem tudjuk, hogy milyen nyelven, azt se tudjuk, hogy esetleg meg fogják érteni azt, hogy mit mondunk. Én körülbelül így szoktam elképzelni a diákjaimat, amikor az adatvizualizáció órát elkezdem, de egyébként design szempontból ez szuper jól összerakott kép, ez két prim számból áll, és csak ennek a két prim számnak a szorzataként lehet ezt a képet összerakni, minden más esetben teljesen random formázat jön létre. Csak persze most nem ez egy 169 karakterű üzenet, csak most ugye a mai üzenetek azok sokkal hosszabbak, mint 169 karakter, és azért nagyon kell vigyáznunk arra, hogy hogyan is vizualizáljuk ezeket az adatokat. Nagy felelősséggel jár a sok adat, sok felelősséggel jár.
2017-ben az Autodesknél valószínűleg a világ egyik vezető adatvizualizációs szakembere, Alberto Cairo, arra vette magát, hogy rajzolt egy dinoszauruszt az adatokból, és aztán utána ráengedett egy mesterséges intelligencia modellt, egy géptanulási modellt, és létrehozott több olyan adatsort, amelyeknek az X-tengely, az Y-tengely menti átlaga és a standard deviációja és a korrelációja is ugyanaz. Na most ez azt jelenti, hogy ha valaki nekem, mint adatvizualizációs szakember azt mondja, hogy rajzoljak egy dinoszauruszt az adatokkal, én tudok rajzolni egy dinoszauruszt, csak még tudnék rajzolni egy csomó minden más formázatot is, úgyhogy nem biztos, hogy ez lesz a legmegfelelőbb kontextus megválasztás. Ugye itt jön be, hogy mikor lesz az információból tudás. Két részre osztottam a képernyőt, két dolgot fogok megjeleníteni. Körülbelül 7-8 információ fabatka lesz mind a két részen, de csak 7 másodpercet adok a megtekintésre, és utána akkor vizsgázunk, hogy lássuk ki, mit látott. Rendben van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, mit láttunk? Lássuk a formáknál. Milyen formák voltak? Szív, kör, négyzet, háromszög. Oké, rendben van, nem van. Valószínűleg az elhelyezést is megtaláltuk volna. A szövegben mi volt? Délután 3, igen. Ágota, barna. Jó, rendben, hogy egy picit nagyobb már a zsibásár. Ugye érdekes volt, hogy a szívet mondtátok először, mert az sárga volt, és ki volt emelve valamilyen szinten. Ugye ez is egy információ, maga az, hogy a színezése más ennek az ábrának. Na most ezt a jelenséget úgy hívják, hogy kép felsőbbrendűségi effektus. Hogyha egyszerre egy képet és egy szöveget mutatunk, akkor általában az agyunk a képet részesíti előnyben. És ez azért van, mert a sávszélessége az érzékeinknek nem ugyanakkora. Tehát a szemünknek az átviteli sebessége 10-szer jobb, mint az érintésnek, és 100-szor jobb, mint a hallásnak. Tehát mindenképpen a látás az valamilyen szinten felülreprezentálva van, az agyunk receptorainak 70%-a a látással foglalkozik. Úgyhogy ez alapján megfogalmazhatnánk azt a tanulságot is valamilyen szinten, hogy az adatok nyelve a vizualizáció. És ugyanúgy, mint a beszélt nyelvek, ez is egy jelrendszer a maga sajátosságaival és a maga félreértéseivel. Szerintetek melyik négyszög a világosabb? A baloldali vagy a jobboldali? Szavazzunk egyet, ki mondja a baloldali négyszöget világosabbnak? Oké, ki mondja a jobboldalit világosabbnak? Oké, ki mondja ugyanolyannak? Szuper, köszönöm szépen. Valójában a helyes válasz az, hogy a jobboldali, azt hiszem erre érkezett a legkevesebb helyes válasz, nekem a jobboldali 2%-kal világosabb, mint a másik. Csak ugye nem vagyunk túl jók a színeknek a megsatszolásában. De próbáljunk akkor valami mást, próbáljunk egy területet. Szerintetek hányszor, gondolom azt nem fogom megkérdezni, melyik kör nagyobb, de hányszor nagyobb a nagy kör, mint a kiskör? Tehát hányszor fér bele a kiskör a nagyobba? 10, 12, 6, 3, 7. Oké. Tehát ilyen szép szórás van. Próbáljuk meg ezeket a vonalakkal, lássuk. Ugyanaz a feladat, hányszor fér bele a kisebb vonal a hosszabb vonalba? 6, 8, 7, 9. Igen, ott a 7-es azért egy kicsit árulkodó a sarokban, nem tudom, hogyha látszik. Na, de az az érdekes, hogy mind a két esetben a válasz 7. Tehát lehet, hogy az előzőnél is talán az átlag ugyanannyi volt, de a szórás az sokkal nagyobb volt. És azért van, mert az érzékeléseink nem lineárisak. Tehát egy bizonyos hatást nem lineárisan érzékelünk. Általában csak a hosszat, és a hossznál ugye nagyon 6-tól 8-ig volt a szórás, egészen jól meg tudtuk satszolni, a hosszat tudjuk magabiztosan megsatszolni, a hatásváltozást, de a területeket általában alul satszoljuk, illetve az áramütést, vagy az ízet például felül satszoljuk. Tehát lehet, hogy például a nagymama csípőse nem is annyira csípős, mint amennyire azt érezzük. És akkor ugyanúgy, mint a beszélt nyelvekben, a vizuális nyelvben is vannak jelzők, létrehozhatunk jelzőket, és akkor ezek lesznek a pozíció, a hossz, például a terület és a szintelítettség is. Csak ezeknek a torzítása, ugye a pozíció lesz a legpontosabb, és a szintelítettség, azért kezdtem azzal a beugratós példával, az lesz talán az, amelyik a legjobban torzít. És ez nagyon, nagyon fontos, mert akkor azt jelenti, hogy ezt a nyelvet, ugyanúgy, mint a beszélt nyelvet is, helyesen kell használjuk a saját nyelvtanával. Például az egyik leggyakoribb torzítás, ezek az ábrák, de ezek létező ábrák,
egy politikai szavazásnak az eredményeképpen, és van három párt, ugye a rózsaszín, a szürke és a kék, amelyek nagyon hasonló eredményeket értek el. Hogyha háromdimenziós, egyébként a bal felső sarok, ugye az mutatja be talán leghitelesebben az eredményt. Hogyha háromdimenzióba helyezem őket, akkor már nem egyértelmű, hogy a szürke párt az többet érte el, mint a rózsaszín párt, sőt, mivel ez egy szavazatarány, hogyha eloszlást készítek belőlük, és még háromdimenzióba helyezem a tortadiagramot, akkor ugye a kék párt, amelyik valójában a három közül legkisebb arányt érte el, az egyértelműen nagyobbnak látszik, mint a szürke és a rózsaszín. És ezek a tévében lemennek ezek az üzenetek. Na de használjuk valami hasznosra. Visszamegyek az első lépéshez, most a hátralévő időben 4 példát hoztam a saját adatvizualizációkból. Próbáljuk azt elképzelni akkor, hogy hogyan lépünk át az adatról az információ szintjére. És talán akkor, hogyha van egy kérdőívünk, akkor nem kell azt egy PDF formátumában megjeleníteni, hanem különböző pöttyöket társíthatunk az egyes kérdőív kitöltőknek. Ebben az esetben például azt kérdeztük meg az erdélyektől, hogy a nap különböző periódusaiban éppen mivel foglalkoznak. És akkor létrehoztuk a különböző tevékenységeket, és akkor látszik, hogy az emberek cikáznak a különböző tevékenységek között. Tehát reggel ugye még mindenki aludt, aztán most dolgoznak, aztán meg mennek haza, meg neteznek, meg aztán most ebédidő lesz, hogyha mindenki oda fog menni a kajához, de aztán utána 3-kor lejár a munkaidő, és akkor mindenki majd lassan elfog a rózsaszín nézőtet, csak meg, hogy a rózsaszín gömb most mennyire el fog fogyni. Van, aki későig dolgozik, látom, hogy még 5-kor is dolgoznak az emberek, de azért már próbálkoznak ugye hazafele ereszkedni lassan. Szóval a vizualizációval ugye létrehozunk egy új kommunikációs nyelvet. Ugyanakkor ezt az információból a tudásra való áttérést is felhasználhatjuk, mert ez általában akkor lesz jól összerakva, hogyha ez valakinek például egy közösség számára hasznos végterméket eredményez. Például vehetjük a medvetámadásokat, ugye Székelyföldön, és azokat elhelyezkedjük egy térképen, nem csak térben, de időben is, és akkor jól nyomon követhetjük, hogy hol vannak a problémás területek. Vagy éppen egy pandémia esetében, ugye, hogyha például ez egy élő térkép volt, nyomon követhetjük a különböző újabb kis kitöréseknek a gócpontjait, például a pandémia esetében. De nem mindig hasznos a térkép megjelenítés. És az utolsó példában ezt szeretném megmutatni. Képzeljük el Románia településeit, és minden települést egy olyan színnel színeztünk ki, amelyik az adott településen a vallási felekezeteknek az arányát reprezentálja. Tehát a legnagyobb vallási felekezetnek az arányát reprezentálja. Tehát látszik, itt már körülbelül ki tudjuk találni, hogy körülbelül hol vannak az ortodox közösségek, katolikus és illetve protestáns közösségek. De amit nem mond el a térképvizualizáció, az, hogy nagyjából látjuk, hogy az országon belül regionális különbségek vannak, de mik ezeknek a regionális különbségeknek a miensége? Hogyan tudjuk őket leírni egyetlen egy mondatba? Nagyon nehéz. De lehetséges, hogy le tudjuk írni őket nem egy, de négy ábrába. Ha létrehozunk egy koordinátorrendszert az összes főbb vallásból az országban, és akkor ezek a pöttyöcskék, amik az egyes településeink, úgy elkezdenek úgy gravitálni, pont ahogy mutattam az előző példában, abba a bizonyos koordinátába, ahol a legnagyobb a településnek az aránya. És így nagyon szépen látszik, hogy az erdélyi települések ugye milyen szépen szét vannak szórva a protestáns, katolikus, illetve ortodox közösségeknél a vallási felekezetek arányában viszonylag kiegyensúlyozott a helyzet. Moldvában ugye látszik, hogy nagyon nagy az ortodox csücsök, de azért van egy katolikus közösség is, és akkor ezen a katolikus-ortodox tengely mentén is helyezkednek el települések. Havasalföldről ugye nagyon koncentrált a lakosságot, mindenki egy helyen van, és Dobrudzsában ott pedig a más vallásúak, hát valószínűleg a muzulmán vallásúak is egy picit vonzzák ezt a tengelyt lefelé. Két leckét szeretnék végül is megfogalmazni ebben a rövid előadásban, amit megpróbáltam átadni. Az első pedig az, hogy bármikor, amikor az adatokra néztek, akkor nagyon fontos, hogy az adat az nem valójában, nem az a hasznos számunkra, és ezért egészséges szkepticizmussal kell kezelnünk az adatokat. A következő lépés, amikor kihámozzuk az adatokból az információt, a számunkra mi hasznos, mi érdekes, de még ebben sem bízhatunk meg teljesen,
mert nem biztos, hogy az információ helyes kontextusban van reprezentálva. Ugye a közösségi médiában az álhírek nagyon sokszor ebben a csapdában szerepelnek. Tehát csak akkor lesz igazából tudás, hogyha ezt az információt a helyes kontextusban mutatjuk be és használjuk. És a másik pedig az volt, hogy az adatok nyelve a vizualizáció. Ezt az altamirai barlangokban 36 ezer évvel ezelőtt is így gondolták az emberek, és hogyha valaki látta az Arrival filmet, akkor majd a jövőben a Földön kívülek is így fogják gondolni, mi meg a kettő között lavírozunk, de hát ha majd valamelyik irányba, hát gondolom, hogy a jövő irányába tudunk majd ezen mozdulni. Köszönöm szépen!